zeneiskolák kamarazenekari találkozóját rendezte meg a Kodály Zoltán Zeneiskola Gyálon. A résztvevők úgy mondták, hogy egész termésük színejavát bemutatták. A zeneiskola immáron 11. alkalommal rendezi meg a zeneiskolák kamarazenekari találkozóját. Ebben az évben is széles körű támogatottságot élveztünk. A környékbeli zeneiskolákat, a térségi zeneiskolát és két budapesti zeneiskolát hívtunk meg erre az alkalomra. Többek között fellép körünkben a Cifra György Alapfokú Művészeti Iskola Örkényből, a Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola Budapestről, Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Iskola, Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Soroksárról, Harmónia Zeneiskola Üllőről, Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Sugár Rezső Dabasi Tagintézménye, a Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, valamint többek között a házigazda, a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. Iskolánkban is vannak olyan hangszercsoportok, amelyek nem szerepelnek a képzés palettáján. Nagyon jól kiegészítjük egymást, ugyanis olyan hangszerekkel jönnek a budapesti, vagy akár a vecsési, de tehetem ezt az üllői zeneiskolások, amelyek számunkra még ismeretlenek, de lehet, hogy előbb-utóbb mi is szeretnénk bevezetni ezeket a hangszereket a zenei képzésben. A diákok, illetve a tanárok mennyire készülnek egy ilyen hangversenyre? Tehát van esetleg külön repertoár pont erre az alkalomra? Nagyon készülnek. Az a szerencsénk, hogy nagyon sok hasonló verseny van a környéken és az országban. Tulajdonképpen az egész éves termésük színejavát mutatják be a gyáli közönségnek. Szorgalmasan készülnek, és többen már ismerősként üdvözölhetik itt körünkbe, ugyanis felléptek a Pest megyei Ceglédi kamarazenei versenyen is. Mindenkitől azt kértünk, hogy egy 15-20 perces műsorral készüljön, és a lehetőség szerint olyan hangszeres csoportokkal lépjenek föl, amelyek bemutatják az ottani művészetiskának a képzését. Lehet-e azt mondani, most azért már egy jó pár előadáson túl vagyunk, hogy megvannak a zeneiskolának a sajátosságai, amiről föl lehet ismerni őket? Természetesen megvannak, azt mondja. Tehát Soroksáról jellegzetesen a harmonika kamarazenekar jön, és ugyanígy a Vesési harmonika kamarazenekar is itt van rendszeresen, valamint mindig körünkben üdvözöljük a Vecsési csellistákat is. És vannak újdonságok is persze, ilyen ebben az évben az örkényi Cifra banda